Egészségtelenül nagy. Kedvesem, egy világháborúhoz jóval nagyobb hajók kellenek, persze, helyi csetepatékat, ilyen iciri-piciri gályákkal is meg lehet nyerni. Jaj, magával nem lehet. Aurél, minden rendben? Minden a legnagyobb rendben, hercegnő. Mert Bécsből is jönnek a hajó keresztelőre. Legalább megtudják, kegyelmes asszonyom, hogy hogyan kell valamit jól elintézni. Hé, maga őrmester! Ez nem igaz. Igen, igen, maga! Tábornok vagyok! Katona, katona, mindegy, ide figyeljen maga, tábornok! Hol lesz az a hajóavatás, vagy mi? Itt lesz, kérem! Jaj, kit látnak szemeim? Nem tudom, Leopold Mária ismeri ezt az alakot? Ne. Herr Mihály Ibolya, Károly főherceg titkára. Herr Ibolya? Igen. Miért? Ő pedig az én titkárom. Károly főherceg fogja felavatni ezt a ladikot. Atyám, mekkora! Remélem, itt lesznek az ünnepségen. Szerezzen nekik egy jó kis helyet közel a zenekarhoz. Ha nem szól a zene, megette a fene. Károly főherceg jön Bécsből. Herr Ibolya. Az a nő is jön. Vereckei Szilvia? Ő fog énekelni. Tehát nincs is hangja. Végtére magam mégsem állhat oda énekelni, kedvesem. Miért ne állhatna? Egye meg, amit főzött Leopold Mária. Edwin rég feleségül vette volna azt a nőt, ha maga nem jön az ózsdi elveivel, teljesen fölösleges volt botrányt csinálni. Ne haragudjon! Ki csinált itt botrányt? Melyik itt a kapitány? Én nem tudom, ha a főhercegnek nincs kifogása egy sanzonet ellen, magának mi lehet? Ezek a Habsburgok sohasem tudtak viselkedni, kérem. Ebben hasonlítanak némileg a maga fiához. Igazi úr, egy Habsburgnak a köszönését sem fogadja, nemhogyan! Legalázatosabban üdvözlöm kegyelmességedet, fiú, mi van, főherceg úr? Aurél, nem élem túl. Károly, ez a hajó, ez mekkora? Kisasszony! Méltóságos uram, hercegnő. Milyen meghatva a legnagyobb örömmel. Nem is mertük remélni, hogy ilyen megtiszteltetés. És még a kisasszony is. Lebezin úr, csak semmi ceremóniák az a halálon. Es ist also das Schiff? Ja. Ah ja? Fantastisch. Wunderbar. Ja, bitte, so groß für unser kleines Vaterland. Ja. Beszélni szeretnék magukkal. Achtung, Abtreten! Az egész sehr kínos, peinlich. A fiúkról van szó, szinte üldöz minket. Ich weiß nicht, wer das mag, de ahol mi megjelenünk, ő is felbukkan. Engem személy szerint nem is érdekelne, de szegény Szilvikét hozza lehetetlen helyzetet. Megőrült ez az Edwin. Das ist sicher, hogy ide is eljön. Ide nem, ide! Nem, kérem! Ide nem! Szeretném, ha... Nem nekem kellene intézkedni az önök érdekében. Tényleg megőrült, én bezáratom ezt a hülyét. Bezáratjuk. Be lesz záratva. Lofur, kérlek. Azt hiszem, maguk nevelték kifogásolhatóan azt a fiút. Én már mondtam a férjemnek, de tudja, fenség, egyetlen gyermek. Megőrült. Meg. Elme gyógyintézetbe csukhatom, kérem. Zergut. Az lesz egy jó döntés mindenkinek. Festén, Zimi? Aurél, intézkedett már? Tekintsük úgy, hogy már el is van intézve, hercegnő. A herceg urat további utasításig a legjobb szanatóriumba szállítjuk. Úristen, Bóni! Ez a hajó, ez nagy! Valóban csak be kell tuszakolni ezt a bazi nagy bőröndöt. Kegyelmes uram, hercegnő! Szervusztok, Lóf úr! Gratulálhatok? Stázika, mi jár für Onkel Karl? Hát, Bónik, nem gratulálok, és semmi, meg ilyesmi.
Mi ez a ruha rajtad? Más ajándék, nem is tudom kitől. Ne hálálkodjon, gróf úr. Behívtak. Kegyelmes uram, eldobhatják a monarhiát. Gróf úr, kérlek! Gróf úr, kérlek! A monarhiát még az öreg se tudta tönkretenni. Gondolod, hogy neked fog sikerülni neked? Megpróbáljuk, kegyelmes uram, megpróbáljuk! Hát, gratulálunk mi is, fiam. Kialvatlannak látszol. Az éjszaka alvásra való. De azért haragszom rád te. Megházasodol, és erre az esküvődre se hívsz meg. Olyan hirtelen jött, az egyik pillanatban még nem is voltam nős, a másikban már igen, sicsúgy. Pont így volt. Az egyik pillanatban sitty, a másikban súgy. Szóval ez is nászút. Elpirultál, stázika. Menjen már, Poldi bácsi. De drága hercegnő, ne szégyelje ezt a kis társaságot. Tisztelt keresztanyja hajónknak, fundáljon ki valami jó nevet a deregének. Mit is akartam mondani? A Szilvia egy közös ismerősünk küldi ezt a levelet. Kicsoda? Na ja, Der Edwin. Na gyerekek, kimagadtam volna Ferkóról, Feri bátyátokról, a jó öreg Feri bácsiról, hogy eljön a fiúvéba a svábok közé, akik még csak nem is németek, hanem úgy osztrákok, hogy horvátok. Ezek miatt van az egész. Vannak nagyon rendes horvátok. Még egy ilyen Feri nincs a Sziherájszű. És ma este már fellépés az öreg halászban. Nem is tudna mi felnézni, Ferike, ha nem volna elég. Tényleg? Be is állhatnál a karba, Ferike? Akkor én szerzetesnek megyek. Évek óta ezt ajánlom, komán. Évek óta bazi nagy hajó. És még ez sem lesz elég, elvtársak? Te Feri, ez olyan illetlenül nagy. Bóni! Bóni, komán! Gratulálok, Grófner! Nagy kópi ez a Bóni! Emlékeztek, amikor kibérelt az opera szárcát? Mozgalmas élete lesz, kezi csókol. Komán, ugye ez csak mi? Egyáltalán nem mi, sőt! A gyerekek meg otthon sírnak. Három sokony a gyerek az apjuk után. Ki ez a nő? Ez a kis bőrös. Te meg házasodva, te személy. Jó volt Amerikába, Mónika. Nincs nálad egy kis Googler? Googler! Hát a komáim vagyunk, vagy nem vagyunk a komáim? Eljöttetek öreg halászban. Lányok, nincs bennetek tapintat. Soha nem is volt. Kik ezek? Nem tudom, édesem, nem ismeretek mindenki. Mi a Bónika első feleségei vagyunk. Mi vagyunk a hetedik ajtó mögött, aminek maga soha nem fogja megkapni a kulcsát. Tudnánk mesélni, édesem? Ha megkérhetném, akkor inkább később. Tényleg jobb lenne, ha Bónika maga könnyítene a lelkét. Ide utazunk miattad, te meg nem is lesz. Négy! Somoly a gyerekem sír otthon, éhezik, éjjel lyukat rágtak a küszöb alatt, átfér alatt a macska. Ne haragudj, Mónika! Furcsa barátaid vannak. Soha nem voltunk barátok. Csak volt köztünk ez meg a... Engyel, de barátság a soha jó. Nem is létezik igazi barátság férfi és nő között. Ja, Ferike, az ez mégiscsak a a gyerekem sír otthon. A hatodik meg itt van a hasamban. Na mindegy, azért gratulálok. Neked is, te szemérsz. Meg
köszöntjük fiuméban ő felsége Károly főherceget, a császári és királyi hadiflotta második gyors cirkálójának keresztelőjén. A Hon szeme ma egy emberként tekinte városra, ahol a győzelem zálogának egyik, nem is legkevésbé fényes kardját kovácsolta élesre, a hangyaszorgalmú hazaszeret. A szarmatasíkon írt a Nagy Ignác verset. A szarmatasíkon húj-húj a turó szárnyalva visítson, húj-húj magyarok robogó viharok. Húj-húj ti vörös ördögök, ti angyalok, ti magyar huszárok. Az ég mosolyog, a föld übörög, s vérrózsa virul, amerre ti jártok. Ezer év sok gyászok, búja lengi a lobogótok alatt, s folytott tüzein neki gyúlva, írtsátok a csordahadat. Húj, húj, magyarom, a világ szeme rajtad, újuló hatalom, minden diadalmad. Benned a regék csoda hősét, koszorúzza a hír, a dicsőség, s nevedet újjongva csodája, a magyar, a világ első katonája. Kisfiam, hogy hívnak? Csermanek János! Szép lesz, Jánoska! Gyere, kisfiam, fényes jövővel! Magyarok! Nemes pillanathoz érkeztünk! Navigare necesse est! Ma, midőn a haza színejava hullatja vérét a harcmezőkön, otthonváró anyák, asszonyok, kisdedek féltő gondolatai röppenése. De nehéz embert próbáló időkben, nem csak ágyukkal, véres rohamokkal, karddal, s puskával, de a lélek lobogó tüzével, a szellem fegyverével is. Tisztelegjünk a szellem alkotása előtt, mutassa-e csoda, az észnek, szellemnek és akaratnak-e fényes diadala, hogy a nép sok tekintetben nem csak hogy nem rosszabb, hanem különb is, mint a többi. Miként a hajó partokat köt össze, úgy jelképezze, hogy a nép, ha kell, félredobja a vitát, s nem az ellentétek vonzását választja, hanem egyesült erővel Vibus Unitis! Lebegjen szemünk előtt, mikor látjuk-e hajót, mely a jövőbe visz a győzelem hullámain. Felkérem Cecilia von Lippert Weilersheim hercegnét, e cirkáló keresztanyját, adjon nevet e hajónak! Mélyen meghatva, a legnagyobb örömmel teszek eleget a kérésnek, hogy ő felsége a császár és király nevében megkereszteljem e szép hajót. Felkérem a cirkáló kapitányát, vegye át a hajó aranyforgonyát! A horgonyt átveszem. E jelben győzni fogsz! E jelben győzni fogsz! Miként a tenger is cseppekből áll össze, legyen-e cirkáló egy csepp a győzelem óceánjának forró habjaiban, szolgálja alkotóját, a haza népét, mely vért és verítéket nem kímélve létrehozta őt. Ő felsége a császár és király nevében Novara névre keresztellek, Isten áldása és védelme kísérjen minden utadon! Ha majd egyszer mindnyájan visszajönnek, nagy boldogon megdobban a szívünk, felszáradnak az arcokon a könnyek, és az örünkbe virágot Köszönnek, Glória Szent Péter, Nabinga Land! Felhívjuk!
legyenek szívesek a fiamat a saját érdekében! Mely az? Az a szomorkás! Jöjjön csak, herceg úr, mutatunk valami érdekeset! Szúrja le! Hát nincs itt egy magyar fiú! Miért? Mert el akar venni egy sanzonettet! A sanzonett is ember! Ember, nem ember! De te se szeretnéd, ha a te fiad egy sanzonett venne el, kazikám vagy kicsoda! Én elvettem volna egyet, Poldikám, ha te el nem vetted volna előlem. Micsoda aljas célozgatás! Leopold, várja, csináljon már valamit! Nem vélem érteni! Arról beszélek, Poldi, hogy elvetted előlem feleségül a cilikét. Kárpáti Cecíliát, a csárdás királynőt. Cecília! Igaz ez? Nem. Ferkó, ha Istent ismer. Nem szégyen az, cilikém. Nem sok csárdás királynő rohangász az utcán. Maga mit szól bele? Szerénységem volt a Szeparé pincér kegyelmes uram, amikor fél Pest a cilike lábai előtt hevert. A másik felemek közötte. Úgy énekelt, mint egy istennő, de hiszen hallotta, kegyelmes uram. Én, tök. Csárdás királynő voltál ezzel a hanggal! Hát ilyeddel nem is lehettem volna, anyukám! Károly, menjünk, kérem! Ilyen nincs! Egy utolsó sanzonett az anya! Maga ugatott nekem! Kisfiam! Hagyja békén! Edwin, kérem! A sanzonett is ember! Egy utolsó sanzonett az anya! Egy utolsó sanzonettet vettem feleségül! Egy elsőt, Leopold Mária! Károly, menjünk, kérem! Egy csepőrágót! Most már értem a fiam, miért szereti ezt a nőt! Az anyját keresi benne! Visszavágyik tudatalatt az Orfeumba! Hölgyeim és uraim! Megrendítő hírt kell közölnöm önökkel. Országunk atya, és mindannyiunk hőszeretett császára és királya. Meghalt a Ferenc Jóska. Miért még élt? Meine Damen und Herren, magyarok, ő felsége első Ferenc József császár ma délben 12.05 órakor hosszantartó szenvedés után tragikus hirtelenséggel el. Este nem játszunk. Éljen negyedik Károly! Éljen negyedik Károly! Köszönöm! Köszönöm a szeretetet és a bizalmat! A fáklyavivő kezéből kihullott a fáklya. És ha Isten reánk szabta, hogy a remény melengető fényével, hát nekünk lesz erőnk felemelni a fáklyát és világítani azzal, különben csak a sötétség rajta. De ő végtelen kegyelmében azt is megmutatta ma nekünk, hogy miként forgácsoljuk olykor széllyel belénk vetett bizalmát. Meine Damen und Herren, magyarok, nehéz időket élünk. Ilyenkor nem az a fontos, honnan jövünk, hanem az, hová megyünk. Nem szégyen az, ha valaki sanzonett. Olyannyira nem, hogy mi, mától Isten kegyelméből negyedik Károly osztrák császár, kinevezzük Cecilia von Lippert Weilersheim hercegnét csillagkeresztes dámává! Legyen élete példa előttünk, hogy a társadalmi felemelkedés útjai hazánkban mindenki előtt nyitottak, kinek tehetsége elegendő szorgalommal párosul. Valamint, hogy egy kis félreértés ne szítson viszályt a Lippert Weilersheim családba, mi
mától Isten kegyelméből negyedik Károly osztrák császár és apostoli magyar király. Ezennel örökbe fogadjuk Vereckei Szilvia kisasszony! Kegyelmes uram! Ó, hogy ennek minden összejön! Csak az éneklés nem. Azt sosem tudom. Miért te tudsz? Ezt tőlem kérded! Éljen negyedik Károly! Valamint hozzájárulunk, hogy nőül menjen Edwin Lippert Weilersheim herceghez! Valamint Edwin Lippert Weilersheim herceget kinevezzük limai nagykövetnek! Sírhat még a boldogság! Édes pillanatra régen vártunk már, nincsen két boldogabb ember nálunk már. Álom, álom, édes ág, álom kép, álmodjuk, hogy egymásé vagyunk mindig. Szabad hercegnő! Kérek, félek, megtekintenünk az értelemnek kigyászni a nem lehet való, nem lehet valóság ennyi földi. Ennyi szépet Isten is csak jó kedvében át, meg kell, hogy köszönjük néki szépen.